Topolyai TSC arénában tartották a Vajdasági Mentor Program soron következő képzésének nyitó rendezvényét. A résztvevők elkezdték a munkát, amely során szakmai tanácsokkal látják el őket, valamint építhetik a kapcsolati tőkéjüket. Mi turizmussal foglalkozunk már évek óta egy családi vállalkozásban. Én azért csatlakoztam ehhez már második vagy harmadik alkalommal, mert nagyon tetszik a vállalkozói légkör és a vállalkozók közösségi ereje, amit itt megtaláltam. Tudástranszferre, hálózatépítésre, üzletkötési lehetőségre és alkalmat ad a mentorprogram, amelynek célja egy bizalmi közösség kialakítása. Idén túljelentkezés volt. Az idei a negyedik évad a Vajdasági Mentorprogram történetében. 2019-ben indította útjára a Prosperitáti Alapítvány a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságával és a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületével. Az első három évadban összesen 34 mentor és 152 mentorált vett részt. Ezen felbuzdulva gondoltuk úgy, hogy a negyedik évadnak is helye van a Vajdaságban. Egymást erősítve kell óvni a közösség érdekét, mondta Juhász Bálint, a VMS alelnöke. A vállalkozók olyan lendületet tudnak adni a közösségnek, ami fölfelé emeli a teljes közösséget. A mentorprogram ehhez hozzájárul, hiszen erősíti a közösséget, és a nagyon fontos a tőke, az nem csak pénzből, és nem csak épületekből áll, hanem a tudás is egy óriási nagy tőke, a kapcsolat is a tőke része. A mentorprogram ehhez segíti hozzá a vállalkozókat. A külhoni magyar vállalkozók azon felül, hogy szülőföldjükön a saját megélhetésüket biztosítják, több mint 70%-ban magyarokat foglalkoztatnak. A június 2-ai önkormányzati választásokon és 9-én az európai parlamenti választásokon is fontos a magyar érdekek védelme, hangsúlyozta Hajnal Virág, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője. Innen Vajdaságból 2019-ben indult el a külhoni mentorprogram, és most már 12. évad működik Kárpát-medencei szinten, és az köszönhető annak az egységes politikai erőnek, amely ez a program mellé odaállt, és fontosnak tartotta, hogy a magyar közösségek, a magyarok egy közösségként együtt lélegezzenek, egyszerre mozduljanak, és az idei választáson is az a tét, hogy a jövőben is ez a közösség, ez a magyar közösség, minél több magyar önkormányzata legyen a vajdasági magyaroknak. A vajdasági magyar vállalkozói szféra erősebb, mint valaha, összetartóbb, mint valaha, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. A Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően és a Vajdasági Magyar Szövetség is tett annak érdekében, hogy összekovácsolódjanak a vállalkozók, hogy egy szimbiózisban működjön a politikai szféra, a vállalkozói szféra, illetve a kultúra. A Prosperitáti Alapítvány az egyik legnagyobb befektető Szerbiában, hiszen hogyha összeadjuk a sikeres pályázók számát és a befektetett összeget, akkor ez valóban egy tekintélyt parancsoló szám. Abszolút egyértelmű, hogy ez a program folytatódik és folytatódni fog a jövőben is. Minden alkalmat kihasználunk arra, hogy Magyarország kormányzatának vezető személyiségeivel arról beszéljünk, hogy milyen módon és milyen dinamikával történt ez a folytatás. A tavalyi év végén kiírt pályázatok hamarosan elbírálásra kerülnek, és új pályázat kiírására is sor kerül a közeljövőben, tette hozzá dr. Pásztor Bálint.